Sziasztok már, jó újra látni titeket! Mielőtt belekezdenénk a mai vlogba, hadd mondjak még el így a legelején, hogy a minőséggel egy picikét problémánk lesz. Most nyilván nem a technikát hibáztatom, mert ugye azt nem hibáztathatjuk, úgyhogy a megszokottól egy picikét eltérő lesz néhány videóklip, ugyanis azok a legalacsonyabb minőségűek lesznek, és ezért fogjátok azt látni, hogy egyik részlet tökéletesen éles, a másik részlet pedig abszolút kaka. De ha még mindig kíváncsiak vagytok a vlogra, akkor maradjatok és nézzétek végig. Oké, nem jártatom tovább a szám, kezdjünk bele! Jó reggelt kívánok! Kitaláltátok, hogy hova megyünk? Balatonkenesére! Azt nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt! Kis párna, takaró! Pedig csak egy napra megyünk. Ide, Peti, ide elfér. Gondoltam, te majd a létrán alszol. Az a probléma az egy hónaposra megvásárolt autópálya matricánál, hogy amikor az írományt előveszed egy mondjuk 20 nap múlva körülbelül, és el akarod olvasni, hogy meddig érvényes, akkor a pecséten kívül mást nem tudsz látni a papíron. Tökéletes. Szóval Balatonkenesére megyünk, nem nyaralunk, nem is lógatjuk a lábunkat a Balatonba, hanem dolgozni megyünk. Úgyhogy találkozunk Balatonkenesén. 3, 2, 1. Tadá! Itt vagyunk Kenesén, megérkeztünk, gyors átöltözünk munkás fucikába, és utána belevetjük magunkat a munkába. Tetővel fogjuk kezdeni? Azt próbáljuk meg, aztán majd több is ipari belőle. Itt van ez a konténerke, ott, ő az. Ennek a tetejére fogunk csinálni egy tetőt. És ha még utána marad idő, akkor ezt a teraszt fogjuk folytatni, amire állok. Egy jó tanács, hogy dolgozni mehetek, akkor ne gyertek fehér zokniba. Csak fehér zoknit hoztam magamban. Hibátlan. Mindjárt bemutatom a kilátást. Csak azt másik kamerával fogom. Ezt látom én innen a fotelből, amit most per pillanat ti. Patent. Jó, oké, öltözzük. Öltözünk már, lemegy a nap. Most már ideje dolgozzunk. Kibontatod. Nem tudom, hogy mennyire látszott az előbb, de majdnem életemet vesztettem. Majdnem nem készült el a vlog.
Hú, kicsit hát, megijedtem. A kis ház. Kicsit megijedtem, de most már kezdek jó lenni. Annyira megijedtem, hogy muszáj felbontjuk ezt a kis rizses csokikát, hogy normalizálja a vércukorszintünket. Csak közben kiment a vérzés, érzéstelenítő is a lábomból. Igen, mert Tamásnak a lábújára ráesett a létre, amit sajnos nem sikerült rögzíteni, de... Vagy eljtsük rá még egyszer? Úgy szokták, hogyha valami egyszer nem sikerül fölvenni, akkor még egyszer megcsinálják. Jó. Csak az a baj, lábom körmöm, az nincs rajta, meg a fele lábom. Egészségetekre. Hát ez majd jót tesz neki. Egyéb. Gyerekek, hívjuk ezt a mai napnak. Befejeztük a mára a munkát, úgyhogy most szépen letusoltunk. Kinti tusolóval, a szabad ég alatt, hideg vízzel, mint a katonaságban. Bár én ezt nem tudom, mert én nem voltam katona, de Tamás állítólag volt, úgyhogy ő tudja. Ő neki nagyon hideg volt a víz. Most elmegyünk, vadászunk valami kaját, mert egész nap nem nagyon volt idő kajálni. Hát eddig jutottunk. Van egy kis szerkezet, tetőszerkezet itt a hátunk mögött. Itt vannak ezek az elemek, ezek fognak felkerülni holnap erre a szerkezetre. Ezt a mai vlogot két részbe fogom osztani, az első nap és a második nap. Most az első napot láttátok, most pedig következzen a második nap. Nagyon szép reggelre ébredtünk, egyelőre megúsztuk eső nélkül. Kicsit ázottan és zúzottan érezzük magunkat. Itt a nyaralóban nincsenek olyan körülmények, például nincsen tusoló, de mondjuk annyira nem is baj, mert van kinti tusoló, csak a kinti tusoló az egy picit hideg, tudjátok. Egyébként így kell fel a nap, vagy valahol majd így fog felkelni. Napocska, és képzeljétek, nézzétek, mi van. Nem tudom, hogy mennyire... Ja, tökéletesen látszik a szivárvány. Szép nagy szivárvány. Úgyhogy Tomival úgy döntöttünk, hogy el is menjünk, megkeressük a szivárványnak a két végét, és ott meg fogjuk találni az aranyat. Technikai szünetnek vége, Tamás dalolászik itt a hátam mögött, kisütött a nap is, úgyhogy kezdhetünk megint dolgozni. Most pedig a tetőket már láthatjátok ott hátam mögött. Van két tető, vagy illetve ilyen linda bakármi felrakva a tetejére, úgyhogy haladunk. Kész vagyunk, mára elfáradtunk, mint az állat. Úgyhogy... Előttünk még egy 3 óra hosszú autópálya. Ja. 4, 3 és fél. Komoly volt. Megérkeztünk ide az Alföldre. És már is azt nézem, hogy a lányok hogy állnak a csilisbabbal, ugyanis csilisbab készül. Hello, törpic úr! Menjél, kis zombi! Figyeld, hogy megy a kis zombi! Hello! Zombi! Hát hogy vagy, kicsi zombikám? Gyere már ide, jó! De ügyes vagy, szia! Mi a helyzet, Gabó?
Ne vlogoljál rólam. Róla nem vlogolok. Gabi róla sem vlogolok, úgyhogy állj, inkább menjetek innen el. Hát ezzel a képpel is búcsúzok tőletek, elnézést a kinézetem, az nem egy, az körülbelül kétnapos, úgyhogy elmegyek, letusolok, eszek, és kipihenem a három nap fáradalmait. Sziasztok! Hogy érzed magad, Thomas? Most már jól, de... Kicsit szótlan vagy. Fú, bazd meg. Mondjuk én az étellel nem vagyok baj, nem tudom, hogy abban hogy vagy, de az ilyen fáradtsággal az, az mocskos szar, mindenem fáj. Ez hát a baj, hogy ebben... Elfáradni én is elfáradtam, teljesen jól. Az a baj, ez, amúgy, amikor kezd elfáradni az ember, aki kiszívja a nap után, ezek a pallók, meg ezek a deszkák, ez nagyon nehezek amúgy emelgetni őket. Az biztos. Akkor nem nagyon van kedve az emberek ugrálni, ne fel, meg ez az, csak kiszívja a nap.